első-második fél évet szeretném így kiemelni, az első fél évre mondnék egy 6-ost, a másodikra egy 8-ast, mert egész jó lett, meg örülök, hogy ennyi gólpasszal, kicsit kevesebb góllal sikerült segítenem a csapatot, de nem szabad megelégedni saját magammal, mert akkor itt megállok, ami viszont nem jó nekem se, és senkinek. Úgyhogy folytatni fogom 2023-ban, amit elkezdtem most nyáron. Ki tudsz emelni akár egy-két pillanatot, ami a legemlékezetesebb volt számodra ebből az évből? Hát a Real Madrid elleni otthoni győzelmünk, az számomra elég nagy örömet okozott, viszont az is, hogy ahogy kezdtük a szezont, úgy visszajönni a harmadik helyre, ahogy visszajöttünk, úgy tovább jutni két meccs után a BL-be 0 pont után, hogy még van 4 meccsünk, és mind a 4-et meg kell nyerni, és mind a 4-et megnyerjük, tovább jutunk. Ez úgy gondolom, hogy nem volt egyszerű menet, de csapatként, és minden erőnkkel, ami volt, azon voltunk, úgyhogy sikerült. Mondta magyarázatot az edzőtök, hogy ez a csapat mindenre képes lehet. Hoztad a véleményed? Igen, kettesből is beszéltünk erről, mielőtt eljöttünk a téli szünetre, és úgy gondolom, hogy képes ez a csapat most, ami most van, szerintem képes mindenre, főleg úgy, hogy a Bayernnel kezdünk január 20-án. Ha ott sikerül győzelemmel győzelmet aratnunk otthon, akkor úgy gondolom, hogy bármi is lehet, de először is magunkra koncentrálunk, van a Bundesliga, van a BL, meg van a kupa, úgyhogy van elég meccsünk. Pontosan. Európa bajnoki selejtező, ami nem lesz egyszerű, akárhogy is nézzük a csoportot, hogyha első kalapból sorsoltak minket, de nem lesz egyszerű, sőt, nagyon nehéz lesz. Megszoktátok oldani mostanában? Megszoktuk oldani. Kis brokót most már nyugodtunk, hogy akarjál egy kicsit. És reméljük, hogy meg is fogjuk.